Nem is olyan régen még egy másik fészekben voltam. A magasban. Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy csőrök vesznek körül. Hangokat hallottam, és utánoztam őket. Aztán történt valami. Hirtelen szél támadt, és nagy zúgó robajjal lecsapott ránk. Szél hívta szellőt, és én hallgattam a szavára. De egy szempillantás múlva elsötétült minden. Ismeretlen hideg vett körül. Már nem láttam csőröket, és nem hallottam hangokat. Csak a fájdalom hasított belém újra és újra. Aztán egyszer csak megjelent ő. Hosszú lábakon támaszkodott. Hangja is volt, de csőre nem. Lassan hozzám hajolt. Valahogy megéreztem, hogy jót akar nekem. És itt is van velünk Kovács István, a film készítője, és Lehocki Krisztián, pedig mondhatom azt, hogy a főszereplője ennek az alkotásnak. Szervusztok, jó estét! Szervusz, köszönjük a meghívást! Jó estét, szervusz! Kezdjük valahol a fészeknél, tehát hogy honnan jött az ötlet, hogy egy dokumentumfilmet forgass az ott folyó munkáról? Én úgy nagyjából 2017 óta nyomon követtem a Mái Madármentőknek a munkásságát a közösségi médián keresztül, és idén januárban volt lehetőségem arra, hogy személyesen is el tudtam látogatni hozzájuk. Már az elején eldöntöttük, hogy lesz majd egy nyári időszakról készülő film is, viszont januárban elkészítettünk egy téli filmet, viszonylag rövid idő alatt, 6-7 leforgása alatt elkészült utómunkáig. Ezt bemutattuk februárban, illetve fesztiváloztattuk is a 2020-as évben, majd pedig a nyári időszakban elkezdtünk egy hosszabb, komplexebb, összetettebb munkán dolgozni. Itt lényegében az volt a Szárnyak sorsának a különlegessége, hogy dokumentumfilm és játékfilm volt összefűzve. Ötvöztük a kettőt, ezzel egy picit úgymond szintet léptünk az első filmhez képest, és amikor én megérkeztem a mentőállomásra, akkor elkezdtük ezt a munkát, elkezdtünk tervezni, gondolkodni a dolgon, hogy hogyan is fog ez összeállni. Jókor, jó időben érkezett be egy mentett kis gólya, Kál településről kiesett a fészekből, a madármentőkhöz eljutott, és az ő felcseperedésén keresztül, nagyjából egy olyan 2,5 hónapon keresztül tudtuk úgymond bemutatni egy szubjektív szempontból, a gólya szemszögéből ezt az egész ispotályt, mint olyat. Tehát akkor ezek szerint ez a gólya vonal, tehát hogy egy gólya szemszögéből is végigkísérjük a történetet, ez abszolút ott jött, hirtelen, egy intuíció volt? Mindenféleképpen szerettük volna azt, hogy legyen egy szubjektív vonal is, tehát a mentvény akkor került kiválasztásra, de ez már úgy el volt döntve, hogy akkor lesz egy ilyen pikantériája a dolognak, és szerencsésen alakult végig a forgatás során, hogy ő, ahogy felcseperedett, hétről hétre rengeteg felvétel, vágókép készült róla, és nagyjából olyan augusztus közepe vége felé tudott annyira megerősödni, hogy már röpképes állapotba került, és biztonságosan el tudta hagyni az országot is. Krisztián, mit szóltál a felkéréshez? Mert aki megnézi a filmet, az majd azt fogja látni, hogy szinte 0-24-ben dolgoztok, és mentitek a madarakat és a kisállatokat. Örültél annak, hogy most csatlakozik hozzád egy, mondjuk úgy, egy forgatócsoport? Vagy úgy voltál vele, hogy hát a hátam közepére kívánom, amikor 40 fecskét ettetek 3 óránként? Kicsit megijedtem, amikor István felhívott minket, ugye ez januárban volt a ispotály első részén, hogy úristen, mit fogok én majd neki itt mutatni, hisz a nyári időszakhoz képest sokkal kevesebb állat volt. Hát ezt akkor már megoldódott, mert az első forgatási nap éppen májba kellett menni egy jegerészőjvér, tehát mindig van valamit csinálni a mentőállomáson. A nyári filmnél ugye ott már felkészítettem Istvánt is arra, hogy itt azért tetemes mennyiségű állat lesz, rengeteg hívás lesz. Én nagyon örültem annak, hogy István megkeresett minket ezzel. Az elején egy pici félsz volt, de utána összerázódtunk, és megalkotta István ezt a két filmet.
Nagyon tetszett nekem a film, mert hogy hihetetlen őszinte pillanatok vannak benne. Nem tudom elfeledni azt, amikor a Hortobágyi Madárkórházból jössz visszafele, hozod vissza a mama baglyot, azt hiszem, hogy ott hagytál egy gólyát és egy másikat hozott, és egy olyan hihetetlen fáradtság látszik az arcodon, az már ott a nyár vége fele van, hogy ez valami leírhatatlan. Tehát egy kicsit megmondom, szintén meg is sajnáltalak, hogy ott menned kell még az estében. Igen, igazából a filmen lehet, hogy van egy-két olyan részlet, amikor látszik a fáradtság. Ez akkor látszik igazából, amikor valaki eljön hozzánk, hogy mi az a munka, amit nekünk el kell végezni. Van olyan hét, amikor 350-400 fiókát kell egyszerre etetni, és ugye ezeket a kis fiókákat nem egy nap egyszerre etetjük meg, hanem ezeket van olyan a kis fecske, amit 3-5 percenként meg kell etetni, hajnaltól este 8:30-ig, akkor ott áll valaki, vagy én, vagy a párom, vagy önkéntes is, és megállás nélkül etet. Közben még hoznak madarat, közben kis gólya kiesett, menjünk, közben hívnak, üzenetet küldenek, megállás nélküli munka. Emberfeletti munka, azt gondolom. Nagyon csodálatos pillanatokat látunk ebbe a filmben, de vannak nagyon megrázó pillanatok is. Most nézzük meg egy újabb részletet, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést. A fiókák komoly sérüléseket szereztek. Mire Krisztián a helyszínre érkezik, a három fióka közül egyikük sajnos belehal sérüléseibe. Nagyon megrázó képsorokat láttunk, ugye ez három kis gólya története, amiből sajnos az egyik az ott, mondhatjuk, hogy helyben elpusztult. Hogy lehet ezeket feldolgozni? Azt szokták mondani, hogy a pszichológusoknak is el kell menni ilyen szupervízióra, amikor őket is kezeli egy másik pszichológus. Egy ilyen nyár folyamán azért gondolom, hogy egy csomó tragédiával is találkoztok, nem csak örömteli pillanatok vannak. Igen, mi se vagyunk istenek, hogy mindent megmentsünk, illetve hát ennél a esetnél ugye már nem is volt mit tenni, hisz úgy mentünk ki, hogy ez a kis gólya már elpusztult. Emlékszem rá, hogy miután összeszedtük a tetemet, illetve az élőké két kis gólyát, akkor Istvánnal csak ültünk egymás mellett az autóba, és egyikünk se tudott igazából megszólalni. Amúgy vidáman szoktunk beszélgetni egy-egy ilyen út kapcsán, amikor ő jött velünk, hát itt mély pont volt. Amikor elváltunk, akkor én azért ott kaptam egy zokogó görcsöt. Ez nálam megszokott, tehát az, amikor az ember ennyi állaton próbál segíteni, ennyi élet függ attól, hogy mit csinál az ember, és hát ugye nem lehet mindent megmenteni, akkor azért ez mély nyomokat tud hagyni az emberben. Egyébként én azt vettem észre, hogy Krisztiánéknál a júliusi időszak a legkritikusabb ilyen szempontból, elképesztő erőfeszítések mennek végbe. Tehát az a mennyiségű madármentés, ami egymás után folyamatosan, tehát ülünk az autóban, éppen eljutunk A-ból B-pontba, van, amikor 100-120-140 kilométert is utazni kell, közben jönnek a telefonok, ezt fejben közben le kell logisztikázni, és folyamatos álló készenlétben kell lennie úgy, hogy nincs váltó ember, aki ezt a munkát tudja teljesíteni. Szóval ezek igazából olyan nagyon nagy erőfeszítést igényelnek, és ez szerintem egy picit is, még hogyha nem is nagyon markánsan, de meg tudta mutatni, meg tudta a film jeleníteni azt, hogy itt milyen adott esetben milyen erőfeszítések zajlanak. Ha már itt szóba került, hogy nincs váltó ember, mikor tudsz pihenni? Vagy itt a szív viszi az embert, mert pihenésre nincs idő, mert gondolom itt a téli időszak is ugyanolyan, ha nem ugyanolyan nyüzsis, de azért nyüzsis, csak másfajta problémákkal, mint a nyári.
Nyári időszak, ugye, ahogy említettem, elég sűrű, hát keveset alszunk. Szerencsére azért van, aki le tud váltani, ugye van feleségem, két gyerekem, illetve önkéntesek szoktak járni, de simán benne van az a pakliban, hogy engem vasárnap éjfélkor felhív a katasztrófa védelem, amikor már az ember egy kicsit szeretne pihenni, hogy akkor most menjek mezőcsátra és mentsem ki a lángoló vagy füstölő fészekből a gólyafiókát. Erre is volt példa, tehát ez nálunk megszokott mindennapos. A tél annyiban más, hogy sokkal kevesebb madár érkezik, de ezek általában súlyos sérültek. Tehát pont mai nap mentettem egy héját, amelyik összetörte magát, és úgy jöttem el otthonról, csöpök belőle a vér. Azért azt el kell mondani, hogy ez a film amellett, hogy egy nagyon szép történetet megmutat, akár itt a kis gólyájét is, aki kiesett a fészekből, azért nagyon sok mindent megtanít a nézőnek, legalábbis az alapdolgokat, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon, hogyha bajba jutott állattal találkozik. Ez alapvetően célja is volt, gondolom, a filmnek. Igazából igen, két célja volt a filmnek. Ha egyrészt megnézzük azt, hogy oktatási jelleggel ismeretterjesztő bonzata is van, úgymond lehet általános iskolákban már a legfiatalabb korban, egészen 14 éves korig, majd még később is ezt terjesztenünk kell, illetve mellette az is nagyon fontos, hogy ha az ember adott esetben egy sérült madárral találkozik, akkor ne fordítsa el a tekintetét, merjen segíteni, hiszen már vannak szervezetek, akik ezekkel az állatokkal is tudnak foglalkozni. És fantasztikus eredményeket tudnak elérni. Azért azt elmondom, hogy akit most itt sokkolt ezekkel a gólyás képek, érdemes megnézni a filmet, mert aztán viszont van benne egy bagoly család, akinek viszont csodálatosan alakul a története, hogy mondjuk valami jót is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nagyon jó munkát kívánok nektek, és sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.